Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit vár el tőled ez a kérdés, és a választ megkapod ennél a három kérdőjeles jóslásnál? Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a kirakásnál. Ez a kép ott fent utal arra, hogy min töpreng. Itt a halál látható. Előfordulhat néhányaknál természetesen egy haláleset, vagy egy örökösödési ügy is, ami őt foglalkoztat, de ez inkább ritkán fordul elő. A kártyáknak szimbolikus jelentése van, és ez a kártya azt mutatja, ő most lezár valamit. Előfordulhat az, hogy voltak tervei, vagy olyan gondolatok nála, hogy én ezt úgy sem tudom megvalósítani, és előfordulhat, hogy ő elbúcsúzik ezektől a gondolatoktól. Amire még utalhat ez a kép, hogy ő lezár valamit. Ez lehet egy munkahelyi változás, vagy lezár bizonyos kapcsolatokat. Az is előfordulhat, hogy költözni szeretne, és így lesznek nála változások. A következő kártya utal az ő érzelmi világára. Ő most nagyon bizonytalan, erre utal ez a kártya. A nulla szám az jelenti az ő gondolatait és terveit, de még nem a tetteket, nem tudja, hogy kellene ezt megvalósítania. A képen látható ez a fiatal férfi, érezhető ez a könnyűség, vannak tervei, ötletei, bízik abban, hogy minden jóra fordul, mégis bizonytalan, és nem tesz lépéseket. De jó is, ha ő egy kicsit óvatos, mert nem lehet tudni, hogy mi következik. Tesz egy lépést előre, megvan a lába alatt a talaj, vagy lezuhan a mélybe, nem lehet tudni. A kutya segít neki, hiszen fogja a lábát. A kutya, minthogyha mondaná is, vigyázz, várj még a terveiddel, ne hozz gyors döntéseket, maradj még itt, ezen a helyen. És most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled. Mielőtt ezt megnéznénk, én is közölném azt, hogy kérhettek tőlem egy személyes jóslást álnéven, a díjam 3500 forint. Az információkat megtaláljátok ott lent az infoboxban. És most megtekintjük a harmadik kártyát, mit közöl veled. Ezen a képen látható egy király, és egy királynak mindig van egy magabiztos fellépése. Ez, amit ő mutat kifele. De mi láthatjuk itt ennél a kirakásnál, hogy ő bizonytalan. Vannak félelmei, de ezt ő nem mondja, ezt nem mutatja ki mások előtt. Amit ez a kártya még jelent, fontos döntések. Én nem hiszem azt, hogy ő hoz most fontos döntéseket, hiszen látható, hogy nem valósítja meg a terveit, hanem elvárja tőled azt, hogy te hoz döntéseket, vagy beszélni akar veled, kéri a véleményedet,
de nem úgy, minthogyha elvárná azt, hogy te segíts neki, hiszen megvan ez a büszke királyi tartása, hanem beszélni akar veled, hiszen erre utal a levegő eleme. Ezt szimbolizálják a kardok. Tehát abban biztos lehetsz, hogy ő beszélni akar veled, de úgy tesz olyan magabiztosan, mintha ő mindent el tudna most rendezni, de nem így van. És most megtekintjük a következő kártyát, és az lehet a megoldás. Ezen a képen a hold látható. A hold szimbolizálja az anyukát, az anyai érzelmeket. Az lehet, hogy az ő anyukája így beleavatkozik a dolgaiba. A másik jelentése ennek a kártyának, illetve a holdnak, az álmok, a vágyak, a remények, és az azt jelenti, hogy neki megvannak a vágyai, sőt, lehet, hogy álmodik rólad. Amit ez a kártya még jelent, hogy ő szeretné azt megkapni, megvalósítani, amit ő tervez. Tehát megvannak az elvárásai, és arra vár, hogy te jelentkezz nála, hogy te keresd vele a kapcsolatot, hiszen ez a király utal arra, hogy ő beszélni akar veled, de még olyan visszahúzódó, arra vágyik, hogy te keresd vele a kapcsolatot. Amit neked ajánlanék, hallgass az érzelmeidre. Ha úgy gondolod, vagy úgy érzed, igen, ez jó lenne ez a kapcsolat, akkor jelentkezz nála. De ha úgy szeretnéd, hogy ő jelentkezzen, akkor várj, amíg hírt kapsz tőle. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!